Dr. Jekyll Jr. Jean-Jacques Fyranikó. Tim Daly, Stól András. Lizet Anthony, Orosz Helga. A nevem Dr. Richard Jacks. Gyerekkorom óta az az álmom, hogy tudós leszek. Kísérleteimmel és felfedezéseimmel az emberiséget szolgálom. Az emberiségnek sajnos még várnia kell. A melóm dögunalom, így éjszakánként is talpon vagyok. Akkor kezdődik az igazi munkám. A tudománnyal karöltve nekirontunk a problémáknak. Csak az a baj, hogy rámegy a magánéletem. Elhanyagolom bűvályos menyasszonyomat. Ráadásul nemes próbálkozásaim sorra kudarcba fulladnak. Frusztrált vagyok, és Sara is az. Azon kívül irtóra zavos. Richard, hajnali 5 óra van. Muszáj aludnod egy kicsit. Egy óra múlva fölkelünk. Ne légy ilyen megszállott. Az igazi tudós megszállott. Magad is láthatod. Íme a megszállott tudós megtestesülése. Richard! Na jó. Dr. Jekyll egy kicsi elbaltázta Mr. Hyde-dal, de legalább éget benne a tenni akarás. Nem bűzbombákra pazarolta az életét. Isten áldott a tehetség. Aj, ugyan már, kölni vizet gyártok. Az nem tudomány. Az a tudomány. Indulás, vagy sose tudjuk meg, hogy mit örököltél. 10 éves korom óta nem láttam Frank Dave nagybátyám. Meglepett, hogy megemlékezett rólam. Bár egy kis pénz mag kapóra jönne. Már ha elfelejtette, hogy petárdát raktam alá a klotyón. Hölgyeim és uraim, a figyelmüket kérni. Frank, Arthur, Thomas, Jacks végakaratát tartom a kezemben. Bevezetőül közlöm önökkel, hogy a vagyon összértéke több mint 14 millió dollár. Gazdagok leszünk végre. Engedelmükkel elkezdeném. Catherine unokahugomra hagyom Newporti jachtomat, a 6 Picasso festményt, a Henry Moore szobrot Montaukban, és az Emmelberg-Falsi kastély antik bútorzatát. Larry Dade unokaöcsémre hagyom Martha Swineyardi nyári lakomat. Végre. A karib-tengeri birtokomat? Igen. Valamint 250 ezer dollárt készpénzbe. Hurrá! És végezetül másik dédunokaöcsémre, Richardra hagyom nagyatyám tudományos jegyzeteit. Ezzel a végére is értünk. A vagyon kezelői, Mr. John Irwin. Basítson meg egy pillanatra, de ez minden? Ez minden, uram. De hisz mindenki más házakat kapott, és kocsikat, és jaktokat, és sok milliót készpénzben. De mi a bűnöm? Sápadnak tűnsz, Richard. Nem sápad vagyok, te hülye, szegény. Richard! Úgy látszik, Frank bácsiban mégis mély nyomokat hagyott odakozmált ülőgumója. Jó reggelt, Bill. Jó reggelt, Dr. Jekyll. Készült Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete című kisregénye alapján. A forgatókönyvet írta Tim John, Oliver Butcher, William Davis és William Osborne. Rómas reggelt. Mi van, késel az értekezésről? Sajnos igen. De ugorjak helyetted? Kösz, nem kell. Probléma. Nincs rá szükség. Tényleg nem ügy. Rendezte David Price. Most le kell tennem, anya. Na, szia. Mi van már megint? Semmi, nem fontos. Ne haragudjon, csak érdeklődnék rá érte legépelni az illatelemzést. Ne üvöltözzön velem. Ez a nap is jól kezdődött.
Nos? Igen. Mrs. Unterfeld olyan illatot kért tőlünk, ami nem hasonlít egyetlen létező parfümbe sem. És mit kaptam? $1,000,000 ugyanazt a szagot produkálták, amit a férjem ingyen, amikor belefingik a fürdőkádba. Mrs. Unterfeld, nem akarom a technikai részletekkel untatni, de az a lényeg, hogy 1000 férfi közül 1001 szerint ez az eszencia maga a szerelmi szuperillat. Férfi? Férfi. Nem férfiak vásárolják a kölnit, maga marha, hanem a nők. Ez egy női illat, és egy nő dolgozzon rajta, vagy ha férfi, legyen egy fél anya. Fél anya? Részemről ennyi. Mrs. Unterfeld! Szerelmi szuperillat! Hát... Gyere, drágám, a friss levegőre jót fog tenni. Te sikeres építész vagy, én meg egy csőttömeg. Jaj, drágám, azért nem kell eltúlozni. Ez az igazság. 5 évet dolgoztam ezen a hülye kölnén, és tökig elszúrtam. Egy csőttömeg vagyok. Ha tényleg egy csőttömeg vagy, akkor miért akarok a feleséged lenni? Bazi nagy a farkam. Ugyan már. Jaj, Szára, komolyan beszélek. Tudod jól, egy kölni gyárban dolgozom, illatokat állítok el. Minden kezdet nehéz. Ugyan, ez már a vége mindennek. Évfolyam első voltam a műegyetemen, hisz te is tudod. És te voltál a legfiatalabb kutatóvegyész a Johnson & Johnsonnál, aztán dupla fizetésért átcsábított a Procter & Gamble. Procter & Gamble. Tudni akarod az igazat? Még ki nem rúgtak az agyamra mentél. Most nem megyek az agyadra. Most az idegeimre mész, ez azért jobb. Hidrogén, peroxid. Mi? Eureka! Richard! Ez hiányzott! Richard! A családom mindig elég furán gászolt. Ükükapámat soha se láttam, de sok közös vonás volt bennünk. Először is kiváló tudós volt. Másodszor mindenki hibbantnak tartotta. A családomban persze nem rít ki ezzel a sorból. Jesszusom, Richard, borzalmasan felpuffadtál. Ne így áll annyit, kezded besárgulni. Agáta néni, itt vagyok. Tudom én azt jól, aranyom. Ugye már jobban vagy? Sokkal te jobban. Azok a jegyzetek idefenn vannak valahol. Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete. Na csak. Dedikált első kiadás. Tessék! A könyv. Dr. Jekyll és Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson aláírásával. Igen, Robert Louis és ükükapád jó barátok voltak. Együtt tanultak Edinburgh-ban. És ez ki a fene? Senki, csak ükükapád ivócimborája. Én inkább majom embernek nézném. Glasgow-ban ez teljesen hétköznapi ábrázat. Meg is van. Ők atyád felettébb különös ember volt. Fogalmam sincs, miért szánta neked ezeket a könyveket. Én mindig is azt mondtam, hogy tűzre velük. De egy valamit meg kell, hogy ígérd nekem, akármi is lesz, soha, de soha nem kontárkodsz bele ők atyád munkájába. Bár több mint egy évszázad választott el tőle, napnál világosabb, hogy ükükatyám és én egyazon célt tűztünk ki magunk elé. Az ő megérzéseit és az én modern tudásomat elegyítve, óriási felfedezés küszöbén állok. Évtizedekkel a hivatalos bejelentés előtt ükükatyám felfedezte, hogy az emberben 23 kromoszóma pár rejlik, és a 23. pár határozza meg a nemet. De a legnagyobb meglátása az volt, hogy felfedezte a DNS spirált. Az úgynevezett labirins gépben. Ez a
gén okozza az emberi gonoszságot. De vajon miért nem publikálta az eredményeit? Vagy előbb kipróbálta? Nem is értem. Úristen! Ez nem lehet. Dr. Henry Jekyll. Ő volt az. Ezek szerint... nem is Jax vagyok. Hanem Jekyll. Sikeresen destabilizálta a gént, de nem tudta végigvinni. Na, várjunk csak! Ez lesz a megoldás. 25 köbcenti ösztrogén kevés az agresszív hímösztönök ellen, de ha növelem az ösztrogén szintjét 160 köbcentire... Sikerült! Sikerült! Most utcú neki. Szerda, csütörtök van. Hajnali 3:30, május 4-e. Kísérleti nyúlnak. Én is jó leszek. Csirió. Most reggel 7 óra van. A szívverésem normális, a vérnyomásom szintén normális, és a légzésem is normális. Jézusom, a munkameghallgatás! Az a Dr. Meninger! Jaj! Dr. Manning, jó reggelt. Richard Jax vagyok. Elnézést a késésért, de szörnyű dugóba kerültem, ezért... A fontosság és az önfegyelem pótolhatatlanul fontos erények, Dr. Jax. Így nem fogunk kijönni. Igen, igen. Igaza van. És a pontatlanságnál csak egy dolgot. A segnyalást utálom jobban. Hát akkor rendeljünk valamit. Pincér? Kávét, uraim? Csak forró vizet citrommal. És ön? Igen, jó forró. Oh, ah, borzasztóan sajnálom. Semmi vész, jól vagyok. Húzok törlőruhát, rögtön jövök. Ne haragudjon. Hol is tartottunk? Éppen a lényegnél, Jax. A maga pályája az öngyilkos iránytévesztés minta esete, és nagyon is kérdéses, kitörhet-e még erről a tudományos senki földjéről? Nézze, azt azért nem rajta mondanám. Akkor győzzön meg. Vajon... miért adjak egy laboratóriumot és egy kutatócsoportot évi 85 000 dollár fizetéssel? 80? Csak nincs valami baj, Dr. Jax? Nem, dehogy. Nos, tehát miért ön az én emberem? Azért, mert nem akar még egy ilyen vöröt.
Dr. Jackson. Talán épp alkalmatlan a pillanat? Nem. Mi ez a bubi frizura? Trépás kedvében van. Én most jobb, ha megyek. Kifújjuk a bőrömből. Tehetesen sajnálom. Egyszerű allergia. Ó, Dr. Jax. Én most... Belételek. Ó. Richard, merre vagy? Elkésünk az értekezletről. Tisztába teszed magad? Gyere úgy, ahogy vagy. És mi a francot művelsz? És bámul, vagy ide adja azt a törülközőt. Inkább csak állok itt, és bámulok. Vicceltem. De... Ne dörgöljem meg. Tudom, hogy ostobán hangzik, de ki maga? Én... Tudja, én vagyok Helen Hyde, Dr. Jacks új asszisztense. Remek. És hol van Richard? Otthon. Szemmúgyás nem aludt, most pótolja. Milyen meg tudom érteni. És hol van a ruhája? Sajnos lekávéztam. Megmondaná, hol van az új illatminták elemzés? Az illatelemzés az orra előtt. Tudja mit? Ha már ez a Diki fiú szabadnapos, magácska pedig hanvas, mint a friss őszi barack. Mi lenne, ha bezárkóznánk, lehúznánk a rolettát, és én mélyen beavatnám a dologba? Tényleg megtenni? Ó, a legnagyobb örömmel. Örülök, hogy megismertem Pete. Entré. Monsieur Dubois, Dr. Jacks új asszisztense vagyok. Helen Hyde. Enchanté. Drága hölgyem, le vagyok nyűgözve. Eve Dubois. Alig hiszem el. A Givenchynál legendákat meséltek magáról. De nem fecsérlem tovább az idejét. Mivel Richard ma nem fog bejönni, megkért, hogy ezt adjam át önnek. Hát mostanában, mintha lassan megjönne az esze a fiúkának. Merci, mademoiselle. Köszönöm a kedvességét. A bientôt. Miért fizetem magát? Hogy 20 év terápia után átnyergeljek a lányokra? Ez műhiba. Csodálatos. Richard agyával és az új testemmel 2 hét alatt a kezembe kaparintom a céget. De kezdjük azzal a ruhával.
Elnézést, ha nem tévedek, ön Miss Hyde? Mr. Mintz, láttam a fényképét a Forbes magazinban, de így az életben még sokkal vonzóbb. Dr. Dubois átadta nekem Richard jelentését, és megmondhatja neki, hogy egész jó. Kilendült a holtpontról. Az a fejezet a női elvárásokról igazán remek. Azt én magam írtam. Örülök, hogy tetszett. Tetszett? Az nem kifejezés. Isten küldte. Köszönöm. Valerie? Igen? Nem szeretném kizökkenteni, tudom mennyi a dolga, de Dr. Jacks megkért, hogy ezt adjam át. Bomba van benne. Ó, nem hiszek a szememnek. Mi ütött abba a manuszba? Baby! Richard rösteli, hogy úgy hajtotta magát, úgy érzi, ez a legkevesebb. Bemehetnék? Persze. Hello, Sarah. Elnézést, de ismerjük egymást? Oh, én vagyok Richard új asszisztense, Helen. Szia. És véletlenül nem tudod, hol lehet most Richard? Alaszkában. Fontos üzleti út. Alaszkában. Nem egy másik nő van a dologban. Richard, rajong érted, Sarah. Csak annyi most az űr a cégnél, hogy nincs ideje se élni, se szeretni. Vele annyira komplikált minden. Mert férfi. Hát ez az. Valójában örökké kisfiúk maradnak. Adhatok neked egy jó tanácsot? Én tudom, hogy ez butaság, de mintha réges-rég ismernélek. Költözz el egy kicsit. Hogy mi? Csak egy pár hétre. Hadd lássam, milyen üres az élete nélküled. Kösz, Helen. Nélküled nem bírtam volna. Végül is csak egy a fő, hogy boldogok legyetek. Máskor is összejöhetnénk majd, igen, jó? Az remek lenne. Szia! Kerültem haza. Jó reggel, Dr. Jacks. Mit gépelhetnék le? Mi baj? Gépelnék. Tudja, az a munkám. Rémesen sajnálom, ami magával és Sarával történt. Megkért, hogy ezt adjam át. Velem is Sarával, de... És honnan tudta, hogy pont ez a méretem? Ó, imádom. Csak nincs valami baj, Valerie? Ó, Helen mondta, hogy maga egy zsémbes plüss mackó, és teljes mértékben igaza volt kis loncsos, lompos, morgó mackó. Nyitom már kis cukorfalat. Mi ma? Jó reggelt. Richard, gratulálok az illatelemzéshez. Illatelemzés? Jó húzás volt csatolni Helen Hyde tanulmányát. Sugárzik belőle az értelem. Helen Hyde? Bejött már.
olyan kivételes egy nő. Hát csak próbaidős volt, és most már Afrikában van. Egy szóval sem említette. Azért, mert hirtelen jött egy remek ajánlat Ruandából. Sajnos nem látjuk többet. Elnézést, de most neki kell esnem az új illatmintáknak. Hát ez hihetetlen. Valami sikerült. Valami súlyos, Bibi. Oh, uram, atyám. Micsoda felfedezés. Lássuk csak. Miért egy nő? Miért egy nő? Az ösztrogén. Csak az ösztrogén lehet. Megnöveltem a részarányt. De nem emlékszem semmire. A világon semmire. A szörnyetek birtokában volt minden emlékemnek az első átalakulásig. Azután egyikünk sem emlékezett arra, mit tett a másik. Nem. Nem. Az nem lehet. Ó, szará. Na, lássuk ezt. Kedves Richard, mivel mostanában úgy is más dolgod van éjszakánként, úgy döntöttem... Mi? Mennyit fizetsz a lakásért? Egy barátomé. Richard, bökd ki, amit akarsz, aztán jobb, ha elmész. Nem akarok lélegzetvételhez jutni. Az üzenetettől akadt el a lélegzetem. Ó, szívem szerint személyesen mondtam volna meg, Richard, vártalak is egész éjjel, de nem jöttél haza. Melóztam. És akkor már minden rendben van, igaz? A francba azt hittem, történt veled valami. Pontosan, pontosan ez a helyzet. Tényleg történt valami hihetetlen. A formula. Nem. Hallani sem akarok többi a formuláról, éppen azért költöztem el tőled, Richard, mert beleőrültél a munkádba. Minden soké. Hogy kerülsz te ide? Mit keres ez itt? Itt lakik, ez Larry lakása. Micsoda? Befogadott. Ja, ide költöztem a városba. Hála Frank Dade nagybácsi Zsozsójának. Az unokatestőt kasrác. Ő itt volt, amikor szükségem volt rá, mint Helen. Helen? Igen, fantasztikus lány, csupa élet. Ilyen szeretnék lenni én is. Te találkoztál Helennel? Nem szeretnék belepofázni, de elkésünk az evésről. Nyugton maradnál egy percig. Rohanunk? Oké. És milyen volt? Ó, szóval nem csak a barátnődet bünteted, az asszisztensedet se veszed észre. Szará. Larry, magunkra hagynál egy kicsit. Oké, tudod mit? Megyek, hívom a liftet. Remek. Oké. Szará, gyere el este vacsorára. Richard. Én főzök. Úgy legalább mindent megbeszélhetünk. Kérlek. Kérlek. Majd felhívlak. Hívj, írj, fakszolj, csak az a lényeg, hogy... Gyere el, este 8-ra. Az a legvalószínűbb, hogy az újszer nem várt mellékhatásaként alakultam át nővé, a fokozott ösztrogénadagolás következtében. De eltekintve ettől és az emlékezet kieséstől, a szer helyreállította a lelki békém, és kellemes vonásokkal ruházta föl női alteregómat. Kitakarította a lakásomat, ruhát vett a titkárnőmnek, kipofozta a főnökségnek írt jelentésemet, és összebarátkozott a mennyasszonyommal. A következő feladat csökkenteni a fizikai mellékhatásokat, nehogy a... Szia! Hello! Wow! Kitakarítottam. Másfél éve nem láttam annak a szőnyegnek a mintázatát. Kérsz egy kis perspét? De még mennyire.
Ez az incsiklandó illat? Jutóróval töltött ércemmel, és kecsapos mártás. Kifogyott a vörösbor, úgyhogy improvizáltam. Csirió. Ha kérsz még... A francba. Jaj, nem most. Mondtam már, hogy jól áll a hosszú haj. Mi van? Látom, hogy növeszted. Jézus Mária! Richard, mi van veled? Semmi. Ez valami ugratás, ugye? Sarah, ne kapcsold! Ne! Richard! Sötétben romantikusabb. Richard! Kérlek, menj el! Richard! Most nem a legjobb idő. Félek, hogy... Hagyd abba! Richard, halálra rémítesz. Lehet, hogy te ezt marhára élvezed, de én... Ide figyelj, hív fel, jó? Hív fel, ha végre összeszedted magad. Várj, Sarah! Ez a sors iróniája. Befurakodott egy nő Sarah és én közé. És az a nő is én vagyok. Ha komolyan tetszett az elemzéshez írt tanulmányom, akkor esetleg bevonhatna a parfüm kifejlesztésébe is. Helen, drága. Egy hetünk maradt, és Dr. Jacks mellett már ott dolgozik Peter Walker. Walker egy idióta, és még csak nem is leplezi. És Richard, hová tűnt ilyenkor? Vagy magánéletének romjait temeti, vagy otthon maszekol. Komolyan? Bízza csak rám. Miss Hyde, ön csupán titkárnő. Minden nő az ennél a cégnél. És ha lenne egy üresedés? Sajnos nincsen. Helen, baby, sokat dolgozik. Jobb, ha nem ingerel, ma este harapok. Dicky fiú nincs bent? Egy pancser bőven elég, nem gondolja? Azt képzeli, hogy el tud bátortalanítani? Keresztül látod magát. Agresszív, törtető, látszólag elérhetetlen. De csak arra vár, hogy jöjjön egy férfi, aki az erős karjába kapja. Jaj, ezt imádom, amikor ilyen. És amikor én már azt hittem, hogy ennél hülyébb egyszerűen nem lehet Pete, akkor alulmúlja önmagát. Ez az. Ezt imádom. Észvesztően undi. Én tudom, a szíve mélyén mi bujkál. Ezért beavatom a legtitkosabb tervembe, de aztán pszt. Kísérleti kölni víz. Koncentrált oldat a lapföldi rénszarvas végbél váladékából. Minden idők legellenállhatatlanabb afrodiziákuma. Hülye kis fakarcs. Ha komolyan gondolná, persze nem így gondolja, elég lenne egy sluk ebből, és a rabnőm lesz örökké. Ha? Tudja mit? Üljünk be valahova, és egy kis itóka mellett csevegjünk el. Valami csak lecsúszna a torkán. Jó. Tényleg? Mehetünk. Nem fogja megbánni, bemosakszom. Ugye megvár? Mindjárt jövök. Kénsa. Már is hozom a kocsit. Nem locsolna magára egy kicsit a kedvemért? Ó, de mennyire édes játék. Mr. Mintz,
Helen, kár is előhozakodnia vele. Fáradt vagyok, megyek haza. Csak szeretnék öntől bocsánatot kérni az iménti viselkedésemért. Hát, jó, már rendben van, akkor felejtsük el. Tudja milyen, ha valaki fiatal, céltudatos és fülig beleszeretett a főnökébe? Dr. Jax bizonyára örül ennek. Ah, nem. Nem Dr. Jaxról van szó. Oliver. Ó, hívhatlak Olivernek. Csak is úgy. Oliver. Érzem, elönt a szenvedély. De hisz még alig ismersz. Tudod, miről álmodozom? Oliver, az álmatlan éjszakáimon. Arról, ahogy őrülten szeretkezünk egymással. A tiéd akarok lenni. Csak a tiéd. Tüstént. És ha megüresedne egy hely, mondjuk holnap reggel bemész, és kiderül, hogy valaki váratlanul meghalt, vagy netán szörnyen megsebesült, akkor előléptetnél? Hát, Helen, nem. Hogy egymás mellett lehessünk. Drágám! Ó, igen, drágám, vannak bizonyos procedúrák. Oh. Oh, ne, amelyektől eltekinthetek. Oh. Ugyan, fő. Kötetlen munkaidő. Jó. És tudod, mire vágyódom a jobban? Egy Mercedesre. Akármit. Mindent. Basszus! Helen! Valami rosszat mondtam? Richard, de rohadjék! Drágám, mi van veled? Erezd be! Léci! Csak egy perc! Drágám, majom Miki bújni akar. Helen, be lenne kezd nélkülem szívi, mert megőrülök, már is hozom a pótkulcsot! Hol az a kulcs? Drágám, úgyis hiába magyaráznám. Nem vészes. Uramisten! Igen. Szívem! Kicsi szívem! Ne aggódj, drágám! Jön a pucsi! Mekkora kurva vagyok? Lehet, hogy lesmárolt? A felmentő sereg! Elhányom magam! Hogy tehette ezt velem? Hibbant ez a csaj! Ez valami játék? Hogy még én! Mindjárt megyek! Légy nagy kislány! Jaj, te ne legyél olyan féktelen! Thank you.
Kisztyúk! Viszontlógásra! Pont ez hiányzott. Tüskebokor a seggembe. Húzd, Dolcsi, hogy belefutok egy ismerősbe. Jax? Helen volt a legnagyobb tüske a seggemben. Ráadásul szemtől szemben állok az egyetlen férfival, aki látott csipkés kombinéban. Jax, további utasításig Miss Hyde alatt dolgozol, hogy szemléletesen mondjam. Tessék! Nem heverhet parlagon egy ilyen tehetség. Mrs. Unterfeld úgyis egy nőt kért az új illathoz, és mindenképpen kell most még egy vegyész Peter balesete miatt. Milyen baleset? Nem akarom még egyszer elmondani. Egy Armádia dermatológus vár rá. Na, várj csak egy percet, Pete. Egész biztos, hogy ő volt. Vagy egyedül ő fért hozzá a flakonhoz. Ez még csak kísérleti anyag. Valami olyat tehetél az oldatba, ami... 5 év laboratóriumi gyakorlattal pontosan tudom, hogy mit raktam bele, Willy. Most a lenti fejeddel gondolkodsz. Próbálj meg a fentivel, jó? A csaj veszélyes pszichopata, és ki csinál, ha az útjába állsz? Nem lehet, hogy... Hidd el, igazam van. Dilis a spinkó. És hogyha esetleg... Ráadásul dohányzik. A ribanc az én tüdőmmel. Na, várjunk csak. Helen eddig ellenem hangolta a mennyasszonyomat, kicsinálta a kollégámat és elcsábította a főnökömet. És mindezt olyan sikerrel, hogy lefokoztak. Szörnyeteget alkottam. Most le kell állítanom. Labilis. Levetkőztem, hogy ez a felvétel jobban illusztrálja átalakulásomat Helen Hyde-á. Ez a bilincs meggátolja majd, hogy bárkiben kárt tegyen. Richard! Halló! A búzsba! Richard! Remek. Nincs itt. Hol van az a kulcs? Egy perc, és összeszedem a holtmat. Végre megvan. Rendes tudod, Larry, igazán nem is tudom. Úgy, hanem ez természetes. Ilyet tennél rosszabb. Nem nagy ügy. Richard. Richard. Sarah. Larry. Jézus anyám. Már megint rád jött. Tudod, a látszat néha csal. Meg tudom magyarázni. Hogy nem kellett volna, hogy kikötöz? Ez a nagy büdös helyzet. Azt hittem csak futó hóbort. Tényleg csak hóbort. Egy kósz ötlet. Larry, igazad volt. Tényleg meg tudom magyarázni. Ez az ők apám formulájának a hatása. És mi a francban volt Larrynek igaza? Formula? Richard, kérlek, fordulj orvoshoz, amíg még nem késő. Wow. Esküszöm, Sarah. Megvagy. Jaj, ne most! Valerie, én nem beszéltem meg találkozód Mrs. Unterfeldtel. Ó, Richard beszélte meg.
Nem, dehogy is fújja le. Kösz. Ó, Richard. Azt hitted, kínos helyzetbe hozhatsz. Eddig csak múló kényelmetlenségnek tekintettelek, de ez hadüzenet a javából. Oké, háborúzzunk. Csak azt ne hidd, hogy nem lesz parfüm, amit bemutassak. Mindig előtted járok. Az a legnagyobb bajod, Richard, hogy kis idő vagy. Ismerjék meg a gyönyört. Et on est moi. Ökkentsen meg. Döbbentsen le. Kápráztasson el. Repítsen föl. A legnagyobb örömmel. Ez az illat emlékeztet Dr. Jacks egyik munkájára. Csak jobb. Sokkal jobb. Mondj. Csodálatos. Sőt, mennyei. Ez már a csúcs? Majdnem. Nos, Oliver, hívhatjuk a marketingeseket? Helen, ez azért némileg korai lenne. Bár ha úgy veszük, ív. Igen? Szólnál a marketingeseknek? Jobb, ha te szólsz. Te szólsz. Igen, te. Te szólsz. Te szólsz. Te szólsz. Te szólsz. Te szólsz, és ki is a te dolgod? Ne. Futok. Igazi lángelme vagy! Negyed óra múlva a Kéglimben lehetünk! Nicsak, drágám! Ó, hadd mutassam be Hillary-t, vagyis Helent, boldog feleség és 10 gyerek anyja! Tényleg, a te anyád hogy van? Jól. Lent vár a kocsiban. Vele vacsorázunk. Mi? Hú, az nem fog menni. Indulás, Oliver. Már is. Nem olyan nagy ügy. Otthon a kutyánkra is rámászna. Azt nem is csodálom. Már megint. Hello, drága Richard, végre találkozunk. Uramisten, írtó dögös vagyok. Remélem tetszik, amit látsz. Komplett metabolikus transformáció. Sajnos a formula szerencsétlen megsemmisülésével. Ne csináld!
Mi a fenét csinálsz? Ne csináld, ne! Ne! És a ráthagyott fejjegyzések sajnálatos balesetével. Valamint a Winchestereden található valamennyi fájl bal szerencsés letörlődésével. Jaj, ne! Csak idő kérdése, hogy végleg kiszorítsalak. És Richard, kár találkozókat szervezned a házban. És ha igaza van, ha tényleg... Ja, és köszönöm ezt az érzéki illatot. Gyönyör néha hát, kereszteltem át. Az az én parfümöm! Ciao, Dicky! Micsoda átalakulás! Zseni vagyok! Zseni vagyok! Zseni, zseni! Mit jártatom a szám? Hamarosan halott Jenny leszek. Én és Helen időarányosan. Jézusom. Maga alá gyűr. El fogok tűnni. Lassan te biztosan Helenné válok. Örökre. Úristen, Unterfeld! Tisztázzunk valamit. Most mutatják be a végső produktumot nekem. De sem a kutatólabor vezetője, sem a nő, aki felfedezte. Nem lesz jelen. Így van. Mivel mindketten annyira biztosak benne, hogy ez az illat önmagáért beszél. Richard! Hál' Isten, az egyik mégiscsak eljött. Az a kölni, merő csalás! Krisztusom! Nem is Heleni! Az enyém! Elég volt, elmegyek. Mrs. Unterfeld itt marad! Leül! Ül! Kísérjék ki, Dr. Jackson! Nem, csak! Nem. Annyi a dolgod! Na, megállják be az irodáját! Hagyjatok! Hát, az ilyen kreatív kollégákkal gyakran kell kreatívan elbánni. Kérem, szagolja meg. Ez az illat valóban egy nő munkája. Ezek szerint tetszik? Imádom! Indulhat az üzlet, Mintz! Kezdhetik a piacradobási hadjáratot. Neked is tetszett, szívem? Bonsoir, Ellen. Tudja, ilyesmit még soha életemben nem éreztem nő iránt. Maga csupa rejtély. Kösz a kitüntető figyelmet, Eve. Minden vonatkozásban. Vegyük a személyzeti lapját. Ha megbocsát, beletúrtam kicsit az anyagába. Végül is komoly előléptetés elé néz. A Givenchynál még csak a hírét sem hallották. Az adóhivatalnál sem, nincs társadalombiztosítási száma, nincs jogosítványa. Kissé különös, nesz pá? Maga ragyogó koponya, Eve. Ne tömjük be a tátongó réseket. Újszerű élményben lesz része, arra mérget vehet. És ez az egész a kettőnk titka lesz. Súnya kisfiú. Este felugrom hozzád. Oké? Hát ez tényleg újszerű volt. Figyelmeztettelek, Richard.
de fügyültél rá. Te kis! És ne lepődj meg, a kélyes vigyort látsz Dubois arcán. És Richard? Mi van? Ne packázz velem. Semmi esélyed ellenem. Nekem? Hisz én vagyok te! Isten verje meg! Hagyja Isten! Teljesen megháborodott. Számoljunk csak egy kicsit. Genetikai kód. DNS transfer eltolódás. Az a szuka pontosan. 1:50-kor tér vissza. Jézusom. Tennem kell valamit. Ebből a meglepetésből. Helen Hyde sokáig nem tér magához. Édes a bosszú. Helen az irodájában vár bennünket. Valami meglepetést tartogat a számunkra. Kíváncsivá tett Mintz. Megdugtam Mintzet és Dubois-t. Unterfeld hülye, csaló vagyok. Ez az! Mint egy 10 másodperc múlva Helen Hyde megtudja, mi az a szégyen és fájdalom. De meg ám. Mi lesz már? Gyerünk! Gyerünk! Tagadjatok! Gyerünk már! A fene van! Tessék! Helen! Megdugtam, mi? Hello! Talán menjünk vissza az irodámba. Nem kérlek ásványvizet és sajtot? Van friss briósunk is. Francba! Jax, itt Mintz. Ma este indul útjára a gyönyör, legyél ott Helennel együtt. Nincs kifogás, ez igazgatói utasítás. Richard, itt Pete. Helen a kis ujja köré csavarta Mintzet. Ha mi nem állítjuk meg, akkor a világon senki. Tűnjön el a kocsimtól! Fene! Fegyver van nálam! Legyél 10-kor a cég parkolójában. Tudom, hogy buktassuk le. Ott leszek, Péti. Hú, egy bajba jutott hölgyemény. Eszem az Zsuzsát. Köszönöm, uram, nagyon köszönöm. Újra beindulok. Na, ki van itt? A csajok buknak a férfi a sebekre. Buknak, buknak, rábuknak. Megragadod, lesmárolod, lyukon vágod. Júj, Jézusom, édes fáj! Itt a lovasság, bébi. Csak nincs baj, Szivi. Folyton villog egy piros olajos kanna. Ha egy kis olajozás kell, benne vagyok. Hogy hívnak, Szivi? Félek, hogy megrálsz, ha megmondom. Ne aggódj, nem vagyok szívbajos. Tudtam, hogy ez fel fog villanyozni. Hogy az agyvizet is felfor. Belém zúgott? Milyen kiégett vagy, Pete. Fehér májú. Mióta jársz vele? Nem, de hogy Larry csak jó barát. Elnézést, drágám, ugye megbocsájtasz egy percre.
Elnézést! Bocsánat, Szent Kleofás! Sarah! Sarah! Nagy ég! Beszélnem kell veled! Hívják a biztonságiakat! Nincs miről beszélnünk! Várj, várj, ne menj el! Csak 5 percet szállj rám! Nem szárok rád egyetlen percet sem! Az egy dolog, ha nem tudod a pervers hajlamaidat leküzdeni, de az nem! Hogy az asszisztensnő de fetrengve kéjelegi a közös ágyunkban, az már nem! Megvetlek! Nem várakozna odakint, kisasszony! Értsd már meg, Sarah! Én vagyok Helen! Én ezt nem bírom tovább! Várj, Sarah! Megittam az ifjúkapám főzetét! Helen a sötét oldalam! Ez az igazság, és ha nem segítesz, teljesen átveszi a hatalmat! Segíts, Sarah, könyörgöm! Be kell juttatni a gén inverz másolatát a kromoszómába! Most már tudom, hogy ők atyám. Miért tette ezt? Áú, ez fáj! Uramisten, még erre sem vagyok képes. Álljunk csak meg! A labor biztonsági kamerája. És benne a biztonsági szalag. Hogy ez eddig nem jutott az eszembe. Mit művelek? Nem én vagyok a probléma, hanem ő. Nincs sok időm. Helen Hyde. A gényeidet csak kölcsön kaptad. És most ideje, hogy visszaadd. Ezzel végre meg tudom győzni Sarah-t. Láthatja a teljes folyamatot, hogyan alakulok férfiból nővé. Ugye milyen modern dolog, ha egy férfi ilyesmit vetít a menyasszonyának? Hát nem kész téboly. Sarah! Lesz egy kis zúzott duzzanat az ornyerged. De nem hiszem, hogy eltört. Sarah! Sarah? Én csak az orromról beszéltem. Ez minden? Se? Szerinted Richard nem volt, jó tudom, hülyét csinált magából, de szerinted nem volt szörnyű állapotban? Richard? Az a vad barom? Majdnem betörte az orrcsontom. Ugyan már, Larry, orrcsont befor. Muszáj megnéznem, hogy mi van vele. Nem fogsz elmenni hozzá. Hát hiszem, Larry, el vagy tájolva. Ehhez végképp semmi közöd. Lássuk csak. Ő a rokonom, te pedig a barátnőm vagy. Így a dolog nagyon is rám tartozik. Hogy mit is mondtál? Hogy a barátnőd? Na jó, öntsünk tiszta vizet a pohárba, oké? Te a barátom vagy, vagyis az voltál. De Richard a szerelmem. Hálával tartozom neked, mert az elmúlt 7 napban hallgatott hülye monomániás fecsegésed ébresztett rá erre. Tudom, hogy őrültnek tartasz, de most itt a bizonyíték. Richard, én igazán szívesen segítenék neked, és mindent megteszek, érted? De hagyd már abba ezt a Jekyll és Hyde históriát! Csend! Csak nézd, jó? Úristen! Ha azt mondom, lány vagyok, elhiheted nekem. Richard, meg tudsz nekem bocsátani.
Elmentettem egy lemezre. De vajon miért jó az neki, ha eltünteti a formulát? Nyilván, annak alapján megfordítható a folyamat. Megvan. Helennek kell beadni a szérumot. Miért nem elég, ha te beveszed? Azért, mert Helennek egészen mások a kromoszómái. Közvetlenül kell megszakítanunk a láncot. De mi van, ha valami valósul el, ha ő marad meg és te tűnsz el? Bízz bennem, Sarah. Nézd a pozitív oldalát. Annyi tesztoszteront raktam bele, hogy Schwarzenegger kinyalhatja a seggét. Ez biztató. És most figyelj rám, Sarah. Miután átváltoztam, 45 percen belül be kell adnod neki a szérumot. Ha tovább vársz, kódhibás lesz a DNS. És ígérd meg, hogy nem válasz semmi kockázatot. Ne is beszélj vele. Ne érj hozzá, a közelébe se menj. Életveszélyes. Az egészet be kell adni neki, különben az Isten tudja, mi lesz. És ha mondjuk feleségül kér? Már mennyasszony vagy. És aki tűzi az esküvőt? Én is szeretlek. Tudod, hogy mindig erről ábrándoztam? Miről? Hogy együtt dolgozunk? Nem, hogy oda bilincselsz az ágyhoz. Csak máskor öltöz lengébb. Mindjárt! Gyorsan! Kezdődik! Gyorsan a szérumot! Nem mondta, hogy azon a szerencsétlen marhán akar segíteni. Fogd be a pofád, oké? Nos hát, két választásod van, vagy megiszod és megkönnyítjük egymás életét, vagy abban az élvezetben lesz részed, hogy beadom az első injekcióm. Dobd fel! Ó, de jó. Jöhet az injekció. Sarah, szabadíts ki! Oh, a szérum! Váltod vissza Richardra! Sarah! Ha meghalok, Richard is meghal! Ne! Na jó, jó rendben van. Várj! Hol van a kulcs? A kulcs! Nyugi, megvan!
szép ruha. Miért kínozza ezzel magát? Maga az agyturkász, nem? Hol van már az a csaj? Csaj? Pofa be. Fa. Be. Estée Lauder meg fog pofagni. Zsé Hildi, mikor mutatod be az alkotóni? Amint megérkezik. Rendkívüli nő. Köszönöm. Megpróbálhat? Hogy ne, tessék. Ó, már itt is van. Akkor kezdünk. Menjünk. Elbűvölő a ruhája. Hol szerezte? Kinn a folyosón. Hisz minden a tiéd lesz. A ház, a lakás, a kocsi, a gyereke. Csak magamat viszem el. Egy valamiről megfeledkezel. Nem szeretlek annyira, hogy elengedjelek. Te husikám. Na, ki van itt? Ő ismered Barbanát? Az a hülye picsa. Igaz, de a feleségem. Mert, hogy mi? Én Helenről beszélek. Aha, ja. 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 De most vége. Oda megyek. Ja. Jó, a sírót! Hé! Hey. Hiába. A fantasztikus. Jövő. Helen! Pete! Hello! Üdv! Kösz, hogy eljött! Kopjon le! Szeret keményen játszani? Én szeretek! Oh. Imádom, ahogy a mesémben lát. Igaz-e? Ah. Nem szokta gyantázni a bajuszkát? Porcelánjavító inkább megtenni. Egy kis kecske szakál, jól állna. Tűnés előlem. Faszikám! Jó estét. Hölgyeim és uraim, a gyönyör szülőanyja, Helen Hyde! Jöjjön fel! Helen! Nagy tapsot kérek! Jöjjön csak, Helen! Jöjjön, jöjjön! Csodálatos nő, Helen! Helen Hyde! Ó, oh, valóban vonzó. Hát nem ezt hajtogatom, de ki tehet erről? És most felkonferálna a reklámfilmet? Talán inkább ön. Nem, drágám, ma minden dicsőség a magáé. Hölgyeim és uraim, következzék a gyönyör. Gyönyör. Gyűlölj. Szeretlek. Gyökölj! I am. Kívánj! Örökké! Helen! Drágám! Ott hagyom a feleségem. Hm? De jó neki! Később van, Richard! Később! De Helen! Mi a felét művelsz? A világért sem hagynám ki a búcsú fellépésedet! Szemét, mocskos dög! Jó volt! Az embert próbáló feladat.
barátokat jobban őkre bízzuk. Egy igazi nő, Helen Hyde! A következő munkája egy szörtelenítő lesz. Én alkottam meg a gyönyört. Nem a férfiaknak, akik hozzá se szagolnak, hanem a nőknek. Mert én is az vagyok. Richard az, mégis van Isten. Na hát, Hildi, te aztán tudsz estrét adni. De jó ég. Sikerült. James, rémálom, ha az ember 45 évesen azt hiszi, hogy átment heteróba. Visszajöttem. Minden megvan. Vajon mit tehettek a puncsba? Fogalmam sincs. Mindig azt akartad, hogy egy nőnek legyen vér a pucájában. Hová tüntettem? Hogy... Hová lett Helen? Helen? Mrs. Unterfeld. Én vagyok. Én vagyok, Helen Hyde. Azért, hogy létrehozzam a tökéletes női illatot, meg kellett keresnem saját magamban a nőt. Ne taperoljon, jó? Úgy öltöztem, mint egy nő. Úgy éreztem és úgy éltem, mint egy nő. Mert az az igazság, hogy minden férfi van, ott rejlik a nő. Muszáj innom egy kortyot. Bravo! 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 David Copperfieldnek sem ment volna. Hurrá, Richard, öreg cimborád, ki akartál nyírni? Te meg vén csóka, meg akartál hágni. Megyek letusolok? James! James, hogy tehetél ilyet? Ugye nem mondod el senkinek? Nagyon rossz kisfiú voltál, Oliver. Mit szólnál egy jó kis előléptetéshez? Üzlettársnak. Üzlettársnak, saját csapattal. És laborral. Saját különbejáratú laborod lesz a tudományos kísérleteidre. Tökéletesen szabad kezet kapsz. Hallottad ezt? Hallottam. Három hét múlva bele is vághatunk. Most Nászútra megyek. Megvárunk, Ajfi. Mi ütött belé? Jó Istenem! Helen és a hülye bugyogói. Nekem nem újság. Köszönöm.
Richard és Sarah boldogan él és gyereket vár. Még nem tudják, fiú-e vagy lány, csak ne legyen mindkettő. Mintz otthagyta a feleségét, és Dubois-hoz költözött a Bohém negyedbe. Pete ötöd annyi fizetésért kémiát tanít egy leánygimnáziumban. Helen Hyde-ról azóta senki se hallott, ha nem számítjuk minden hónapban azt a pár napot, amikor Richard írtó nyűgös. Magyar hangok. Fűr Anikó, Stól András, Orosz Helga, Balázs Péter, Fazekas István, Németh Mari, Józsa Imre, Pásztor Erzsi, Ház van der Péter. Magyar szöveg Kossuth Hajnal, hangmérnök Kardos Péter, rendezőasszisztens és vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Juhász Anna. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. A Pepsi Cola támogatásával forgalmazza a Flamex. Just a girl.